Az operett és a nóta kedvelői sem maradnak program nélkül a majálison. A stúdióban sok szeretettel köszöntöm Faludi Szilvia énekest, aki szintén egy előadással készül majd május 1-én. Kérlek, hogy mesélj nekünk erről, Szerbusz. Én is mindenkit sok szeretettel köszöntök, szervusz! Felkérést kaptam a műfház által, az idősügyi tanács által, erre a műsorra nagyon-nagyon szívesen vállaltam, nagyon szeretek ennek a korosztálynak énekelni, mindenkinek szeretek énekelni, 0-99-ig. 99 éves korig. Magyar nóta és az operett az a stílus, amit én képviselni szoktam. A februári estemen más műfajban is hallhatott a kedves közönség, egy háromnegyet telt házas színházi előadást adtunk annak örömére, hogy 15 éve muzsikálunk együtt Schmidt Mátyás kollégámmal. Ő veled együtt énekel? Nem, ő tangóharmonikán harmonikán kísér engem. Uh -huh. És akkor ő most is ott lesz a majálison? Természetesen, természetesen. Milyen repertoárral készülsz alapvetően? Magyar nóta és operet fog elhangzani. Inkább csárdásokat tettem most a műsorba, hogy, hogy, hogy vidám, vidámak legyünk, de nagyon szeretem az érzelmes hallgatókat is, mert azzal meg lehet érinteni az emberek lelkét. És természetesen az operettben is a, a, a nagy operettekből válogattam. Messze a Nagy Erdőn, Rózsán, Virulók is Rózsám, és azért a hajmási Péter és a húzat csak kivilágos viradatig sosem maradhat el. És a nóták közül? A nóták közül ö, választottam egy olyan hallgatót, ami a közelgő anyák napjához kapcsolódik, hogy van egy háza Tiszaparton, hiába a Dunaparton születtem, mégis ez az a nóta, ami nagyon közel áll hozzám, és különféle csárdásokat, amivel vidám hangulatot fogunk tudni teremteni, reméljük a közönségnek. A közönséged alapvetően az idősebb korosztályból szokott kikerülni? Általában igen, de mint bölcsőde pedagógus elmondhatom vázbölcsödei szoktanácsadójaként, hogy heti két alkalommal zenebölcsödei tevékenységet szoktam tartani, azaz foglalkozást, és igenis meg szoktak jelenni a bölcsödések szüleikkel ezeken a műsorokon, és szoktam ott is csárdásokat énekelni a gyerekeknek, meg gyorsabb népdalokat, és ezeket nagyon szerették, és akkor együtt szoktak velem énekelni, táncolni. Miért fontos szerinted a, a zenei nevelés, akár a népzenei nevelés már ebben a pici korban? Hát a legfontosabb, a magyar nóta és az operett, ha nem is pont ez szerint nevelem a bölcsödés kisgyermekeket, hungarikum. A hagyományainkat tovább vinni nagyon fontos. A múltunk lesz a jelenünk, a jelenünk pedig a jövőnk. Szerintem ezzel mindent elmondtam. Ugye februárban volt a 15 éves jubileumod, mint ahogy említetted. Ez egy fontos összegzés volt a számodra, ez a 15 év? Igen, nagyon fontos volt. Ezt megelőzően a tizedik éves évfordulót is sikerült megünnepelnünk, aztán jött ugye ez a csúnya járvány, ami az egész világot érintette, és egy kicsit akkor elhalkultunk, és nem tudtunk a, a közönség felé ö, ö, műsorokat adni, nem tudtuk a közönség igényeit kiszolgálni, és úgy gondoltam, hogy ez a 15 év, ez egy kicsit ilyen újra visszatérés majd a, a vérkeringésbe, és újra éledünk, hál' Istennek most már egy pár éve újra. 15 év alatt... Ö... Mit tett hozzá az életedhez a, a zene szeretete és a közönség szeretete? Ö... A 15 évről beszélünk akkor, hogy 15 évvel ezelőtt álltam először színpadon, és egy cigányzenekarral énekeltem magyar nótát. De én miután megszülettem, én a családomból hoztam ezt, az apukámnak is gyönyörű hangja van, és nagyon sokat énekelt, énekelt, nekünk, és még énekel is, hál' Istennek, és reméljük, hogy még jó sokáig fog nekünk énekelni, és ő, ő adta át a magyar nóta szeretetét, nagyon sok nótát, amit a repertoárban, repertoáromra tűzök, a műsoromra tűzök, tőle tanultam, és amikor énekelem, akkor, akkor hallom azokat az instrukciókat, amik, amiket adott akkor, mikor tanította nekem. Ő, ő nem zenetanár, nem énektanár, ő az apukám, és ő az én példaképem, ő az én mentorom. Van olyan például, hogy az ember az életes sorrendje változik, hogy egy 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 nóta érzelmileg ma mást jelent neked, mint mondjuk 10 egy évvel ezelőtt. Igen, igen, ez így van ahogy... Most hogy is fogalmazom, hogy hozzá, hozzá öregszünk a nótához, vagy a nóta öregszik hozzánk. Igen, igen, hangulatfüggő, korosztályfüggő, az, hogy, hogy kinek mikor, mit jelent az a nóta. Vannak olyan ö, műsorok is, amikor egy olyan lelkiállapotban vagyok, hogy több lassú, lassabb számot, ö, dalt szedek össze a műsorba, és akkor vannak barátok és ismerősök, akik gyorsan kibillentenek, hogy jó, mi most, mi most egy kicsit vidámabbat szeretnénk, és akkor össze van szedve. Meg Mátyásról is mindig mindent megbeszélünk a műsorral kapcsolatban, és akkor ő is mondja, hogy ne legyen ennyi lassú, legyenek, legyenek vidámak, és örüljünk, és legyünk boldogok. Ugye a magyarokra, a magyar nyelvre is szokták mondani, hogy különleges. A, a magyar népi nyelv, a, a, a nóták is különlegesek szerinted, vagy érzelmesebbek? Alapvetően persze, persze. ugye ott, ott mindig az érzelmeket éneklik meg, megéneklik a szerelmet, megéneklik a boldogságot, megéneklik a szomorúságot, a születést és megéneklik az álmulást. Uh -huh. Alapvetően ö, van olyan nóta, amit te is átadsz a saját gyermekeidnek, vagy, 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 ami, vagy amit mondjuk akár a bölcsiseknek minden bölcsödésnek átadsz, valami miatt igen van egy, van egy kis vidám de inkább ez a népdal kategória nádaházam teteje szerintem ezt mindenki ismeri és a zenebölcsik alatt mindig ez a záródal és ezt annyira, annyira várják már a gyerekek és tudják azt hogyha ez ez következik akkor, akkor véget ért a foglalkozás és akkor lezártunk lezártunk valamit Úgyhogy ez, 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 egy olyan kis kedves, kedves nóta néptal, amit, amit szeretnek a gyerekek. De szoktam érzelgősebbeket is énekelni, csak ők még ugye erre nem mindig nyitottak. Persze, de mondjuk a klasszikus nóta, a magyar nóta, az lehet, hogy csak az én fejemben, de, de bennem úgy él, hogy ez mindig egy picit szomorkás, picit melankólikus, tehát ez a magyar szomorúság egy, egy picit benne van, jól érzem? Igen, te itt szerintem a hallgató Gondolsz, ugye mert három a nótán belül három műfajt is megnevezhetünk ugye van a hallgató amelyek a lassú, van a lassú csárdás, van a csárdás és a negyedikként a friss csárdást mondjuk, amikor már az nagyon-nagyon kopogós, meg ropogós. És igen, a hallgatók azok, amelyek sokkal jobban az, a, akár a melankólikus és a szomorú érzéseket ki, ki közvetítik az emberekből és az emberek felé. Szerinted eltűnhet ez a műfaj? Tehát van, van az a korosztály, aki még ismeri és szereti a nótákat, de, de ha az ő elmúlásukkal ö, lesz, aki még tovább viszi a nótát? Hát aki ismerte a faludi szilvinénit a bölcsödéből, az mind ismerni fogja a magyar nótát és az operettet, és bízom benne, hogy ez így lesz. Jó. Akkor kérlek, mondd el még egyszer, hogy pontosan hány órakor láthat a közönség? Május 1-én szerdán, 12 órakor várok, várok mindenkit, várunk mindenkit szeretettel, Smit Mátyás kollégámmal. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.